Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Advent második vasárnapján köszöntöm a kedves testvéreket, és köszöntöm mindazokat, akik a Tolnatáj televízió segítségével kapcsolódnak be mai ünnepi szentmisénkbe. Ünnepelni jöttünk az Úr napját megszentelni, meghallgatni üzenetét, tanítását, és a megváltó áldozat kegyelmében megerősödve menni tovább életünk útján, végső célunk a Jóisten felé. Vannak ezen az úton akadályok, hallunk majd róla a szentmisében, a tanító részben. Segít ezeket eltávolítani útunkból bűnbánatunk, bocsánatkérésünk. Tegyük most is ezt lelkiismeret vizsgálatunk után. Könyörögjünk, mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk fiad elé, örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy e világi elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent fiaddal, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké. Olvasmány Pál proféta könyvéből. Jeruzsálem vesgátyáz és az énség ruháján öltözél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre. Ölts fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az örökké való dicsőségének koronáját. Mert az Isten ismerté teszi fényességedet, mindenütt az ég alatt. Isten ezt a nevet adja neked örökre. Igazságosság békéje, jámborság dicsősége. Kelj fel Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre. Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, napkeletről napnyugatig a Szent Isten szavára, és újonganak, mert Isten megemlékezik róluk. Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzá, olyan pompával hozzá majd őket, mint a királyi sarjakat. Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi a magas hegyeket és az örök bérceket. A föld színéig betölti a völgyeket, hogy
bizton haladhasson Izrael, Isten dicsősége alatt. Az erdők és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek, Isten vezeti majd népét örömben, dicsőségének fényében, és kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Herodes volt negyedes fejedelme, testvére Fülöp meg Ituriának és Trakonitis tartománynak.
Lizinász pedig Abiliának volt negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izajás próféta beszédeinek könyvében, a pusztában kiáltónak ez a szava: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, holmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyés változzék síma úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, többször megtörténik, amikor jönnek a hozzátartozók temetést rendezni, megbeszélni, azt kérik, hogy a temetési szertartásban méltassuk az elhunyt élet útját. Hát ez a társadalmi temetéseken van általában, ugye ott nem imádkoznak, hát valamit, mert ki kell tölteni azt az időt, és sajnos sokszor olyan dolgokat mondanak méltatásképpen, ami egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Ilyenkor mindig eszembe jut, szülőfalumban meghalt valaki, neki is ilyen társadalmi temetése volt, és hát össze-vissza dicsérte a szónok, pedig hát nem olyan ember volt. Az igaz az elv, hogy a halottakról vagy jót, vagy semmit, de mi keresztények nem ezt tesszük. Mi nem visszafelé nézünk elsősorban, hanem előre, az örök élet felé, a Jóisten felé. És mi az elhunyt örök sorsáért imádkozunk, örök sorsát ajánljuk a Jóisten irgalmába, kegyelmébe. Méltassuk az elhunyt élet útját. Hát igen, mondhatjuk azt, és szoktuk mondani, hogy az egész életünk egy út. Valahonnan megyünk valami felé. De nem mindegy, hogy mi az útirány, mi a végső cél. Nem mindegy, hogy milyen ez az életút, hogy hová tart. Egyházunk a kinyilatkoztatás, az Isten tanítása alapján világosan és érthetően mutatja útunk igazi célját, és mutatja azt, hogy hogyan kell ezen az úton haladnunk. Ott vannak azok a jelző táblák, amik eligazítást adnak, maradjunk ennél a képnél, hiszen ezt használja föl a próféta is Izajás: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. 1979-től 82-ig, bő 3 évig épült Svájcban Európa egyik leghosszabb közúti alagútja, a Szent Gotthárd alagút. Hosszú-hosszú tervezés előzte meg. Mérnökök pontosan kimértek mindent, kiszámították a költségeket, milyen gépekre, milyen anyagokra, mennyi emberre lesz szükség, munkásokra, és így tovább. Míg végre elkezdődött ez a nagy munka, és a svájci televízió hetente beszámolt az előre haladott munkálatokról, sokszor nehézségekről, problémákról, mert volt vízbetörés, volt kőomlás, földcsúszamlás, még halálos baleset is az útépítés közben. Éppen ebben az időben járt a Szentföldön egy svájci pap, aki elment a sínai pusztaságba, a sivatagba, hogy fölkeresse az ott élő nomád életmódot folytató beduinokat. Vannak még ott ilyen kicsi kis törzsek, akik nem mentek be a városokba, falvakba, hanem sátrakban laknak, állattenyésztésből élnek, és nomád módon vándorolnak ott a pusztaságban. És éppen azt látta, hogy ezek a beduinok hogyan építik az utat. Nem voltak nekik olyan nagy erős gépeik, mint ott a svájciaknak, hanem kézi erővel
kövekkel törték a másik köveket darabokra, majd ilyen sarogjákon, fából és vesszőből font sarogjákon kézi erővel hordták az összetört követ, és borították bele a gödrökbe, hogy a kisebb völgyeket így föl tudják tölteni, és hogy egy aránylag sima, egyenes úton tudjanak közlekedni. Valószínű, hogy Izajás próféta is valami hasonlót látott, amikor isteni sugallatra azt írta, hogy töltsétek föl a völgyeket, és hordjátok el a hegyeket, hogy legyen egyenes az útja a megváltónak, a messiásnak, a veletek való találkozáshoz. De a prófétai beszédekben, és ezt használja föl később Jézus is, az ilyen jelképes beszédeknek mindig több a jelentése. Nem útépítésről van itt szó, és nem csupán arról. Sokkal inkább arra utal, hogy milyen akadályai vannak, most akkor maradjunk a képnél, életútunkon annak, hogy eljuthassunk a célhoz, Istenhez. És szoktuk azt mondani képletesen, mint a Jézus is példabeszédeket mondott, hogy az akadályok a következők. A göröngyök, amiben el lehet botlani, el lehet esni, azok a bűneink, amikor valami rosszat teszünk. A völgyek, a gödrök pedig azok, ahonnan hiányzik valami, amikor nem tettünk meg valamit, amit Isten várt tőlünk. Jézus is ezt egy példabeszéddel, más módon, más példabeszéddel magyarázta meg, emlékszünk rá. Azt mondta, hogy amikor majd eljön ítélkezni az emberfia, kétfelé választja az embereket, jókat és rosszakat. Az egyiknek azt mondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert éheztem, enni adtatok, szomjaztam, inni adtatok, nem volt ruhám, betakartatok, beteg voltam, ápoltatok, és így tovább. Teljesítették a kötelességeket, minden akadály ellenére is. A másiknak pedig azt mondja, menjetek átkozottak, mert éheztem, nem adtatok enni, szomjaztam, nem adtatok inni, és így tovább. Nem teljesítettétek a szeretet, a felebaráti szeretet kötelességét, parancsát. Ezek azok a göröngyök, és ezek azok a gödrök életútunkon, amelyek akadályozzák, hogy eljuthassunk Istenhez. És Adventben, most amikor egy új egyházi évet kezd egyházunk, erre hívja föl figyelmünket tanító egyházunk. Nézzük meg, hogy jó felé haladunk-e, helyes-e az útunk. Észrevesszük-e azokat a útmutató jelzéseket, odafigyelünk-e azokra, amiket kapunk tanító egyházunktól, Isten üzenetéből, a Szentírásból, hogy le ne tévedjünk az útról, mert akkor beleeshetünk egy gödörbe, vagy leeshetünk egy szakadékba. Más szóval, ha eltérünk az útról, akkor nem érünk a célba. És annyi-annyi minden van körülöttünk, ami megpróbál és igyekszik bennünket az Istenhez vezető útról letéríteni. Nagyon sok az akadály. Emberi tulajdonságaink, az önzésünk, és abból fakadó sok minden egyéb rossz tulajdonságunk és rossz cselekedeteink. A környezetünk. Legfőképpen és elsősorban a legnagyobb ellenfelünk és ellenségünk a sátán, akiről tudjuk, hogy a jót mindig rossznak mutatja, a rosszat pedig mindig jónak. Egyházunk ezért figyelmeztet bennünket, és évről évre végig gondoljuk, végig ünnepeljük, és közben végig elmélkedjük az üdvösség történet jelentősebb eseményeit, állomásait. Az Advent részben emlékezés az Ószövetségre, amikor egy kiválasztott nép várta az üdvözítőt, és prófétákat küldött hozzájuk Isten, akik mindig figyelmeztették őket, ha baj van, és tartotta bennük a reményt. Erről hallottunk a Szentmise olvasmányában. Lehet, hogy néha nagyon rossz a helyzet, lehet, hogy néha kibírhatatlannak látszik, és embertelen körülmények vannak. A reményt nem szabad feladni, mert Isten soha nem hagy el. Talán akkor van legközelebb hozzánk,
amikor úgy érezzük, hogy elhagyott minket. Nem ő hagy el minket, mi fordultunk el tőle. Nem az út rossz, mi tértünk le a jó útról. Erre figyelmeztet bennünket az advent. A másik jelentősége, jelentése pedig adventnek a mi életutunk. Senkinek sincs bizonyítéka arra, biztosíték arra, hogy még egy adventet megérünk. Lehet, hogy ebben az egyházi évben, amit most egy hete elkezdtünk, mi már befejezzük földi életutunkat. Nem mindegy tehát, hogy hogyan élünk. Ezért figyelmeztet keresztelő János, az advent nagy alakja, az Ószövetséget és az Újszövetséget összekötő utolsó és legnagyobb próféta, hogy készítsük az Úr útját. Szabaduljunk meg azoktól a göröngyöktől, és azoktól a rögöktől, és azoktól a buktató gödröktől, amelyekben eleshetünk, és nem érünk célba. Segítsen minket ebben a bölcsesség lelke és a jó tanás szent lelke. Segítsen minket abban, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami kedves Isten előtt, mi az, ami segíti életünket, hogy eljussunk Istenhez, hogy találkozhassunk majd a szeretet megváltójával, hogy majd azon az ítéleten, ahová más nem viszünk csak a jó cselekedeteinket, meg a hibáinkat, mulasztásainkat, bűneinket, majd ne azt kelljen hallanunk, hogy távozzatok átkozottak, hanem azt, hogy jöjjetek, Atyám áldottai. Vegyétek birtokba a világ teremtése óta nektek készített országot. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy szent fiában, Krisztus Urunkban az egész világ felismerje a megváltót, és ennek a hitnek öröme töltse el mindnyájunk szívét. Add, Urunk, hogy egyházad a Szentlélek erejével hirdesse a bűnbánat kötelességét és a bűnbocsánat örömhírét. Áld meg Szent Atyánknak, Ferenc pápának az egész világra kiterjedő véke törekvéseit. Irányítsad az államok felelős vezetőit, hogy minden akadályt elhárítva törekedjenek szolgálni a népek közötti egyetértést. Kérjük,
ébreszt fel a jólétben élők lelkiismeretét, hogy segítsenek a világ éhezői és szegényei. Segíts egyházközség családjait, hogy szeretetben és egyetértésben éljenek. Szent lelked által töltsd el a fiatalok szívét, hogy legyen erejük és bátorságuk vállalni a tanúságtételt életükkel a világban, és bátran kövessék fiaidat a papi hivatásban is. Mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, te küldötteid által megígérted nekünk az üdvösséget. Add, hogy parancsaid útján járva teljesítsük mindig szent akaratodat, és így méltók legyünk ígéreted elnyerésére, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, engeszteljenek ki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és ha bár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek avatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára, isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk,
míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
Könyörögjünk! Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk! Könyörögve kérünk, e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mennyei Atyánk, mindennek élet forrása, küldd el szentelkedet, hogy az önmagát érti fel áldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztus, felismerjük, és egyre jobban szeress. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Hagyj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elhívjuk minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Tájékoztatom a kedves testvéreket a jövő heti miserendünkről, ünnepekről és egyéb tudnivalókról. Holnap hétfőn reggel 7 órakor Rorátő Szentmise lesz, mint minden nap a héten. Ezt a Szentmisét szerzetességért ajánljuk föl, ilyen több is lesz majd a jövő hét folyamán. Kedden Szent Első Damazusz pápa emléknapja lesz, szintén szerzetességért ajánljuk föl a Rorátő Szentmisét. Szerdán a guadalupei boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz. Olvasott misénket reggel 7 órakor betegek gyógyulásáért ajánljuk föl. Csütörtökön Szent Lúcia Szűz vértanút köszöntjük. Reggel 7 órakor Rorátő Szentmisét szintén szerzetesekért ajánljuk föl. Csütörtökön lesz a szokásos havi ökumenikus Biblia óra. Este 5 órakor a baptista imateremben Csomos Balázs református lelkész úr vezeti, hívjuk, várjuk oda is a kedves híveket. Pénteken keresztes Szent János áldozópap egyháztanító ünnepnapja lesz. Reggel 7 órai szentmisénket temetési gyászmiseként ajánljuk föl dr. Vas Jolánért. Nem helybéli volt az elhunyt. Szombaton az idén boldoggá avatott Brenner János vértanú áldozópapnak lesz az ünnepnapja, emléknapja. Szentmisénket reggel 7 órakor ugyancsak szerzetesekért ajánljuk föl. Ismételten emlékeztetem a kedves testvéreket, hogy még a jövő vasárnapig tart a Caritas csoport gyűjtése az idősek, szegények megsegítésére, karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal, akár természetbeni adományokat, akár pénzadományokat elfogadunk. A pénzt be lehet tenni az itt kitett perselybe, de hétközben bármikor akár természetbeni adományt, akár pénzt a plébániára is behozhatnak. Újra kérem, hogy jelezzék az időseket, betegeket, akik nem tudnak eljönni a templomba, hogy karácsony előtt meggyógyuljanak, szentáldozáshoz járuljanak. Szívesen megyek el mindenkihez, hogy ezt az igényüket ki tudjam elégíteni. És a mai szentmisével egy kis változás lesz a szentmise befejezésénél. Nem azt a verses imádságot mondjuk, hogy templomodból, Uram, mielőtt távozom, hanem helyette a régit, amit Ferenc pápa kért, hogy újra imádkozzunk világszerte, a Szent Mihály arkangyalt kérő imádságot kiosztottuk itt a padokon, ott van, ezt fogjuk majd mondani az áldás után. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, járjatok békével. Thank you.
Istenre.